Okay. So I started it. Check out the sounds and in-game sounds and my microphone sounds as well. Huh? No. I don't know music because I'm uploading later too. So I started it. Check out the sounds and in-game sounds and my microphone sounds. So how is it going? Okay, I lowered it a bit, check it out now. So, who has the better sound this time? Perfect. I think it's fine then. I'm not lagging at the moment. What? Time to queue up then. Na hát, üdvözlök mindenkit! Visszatértünk a Twitch-re. Nincs többi az Ubu. A szép vasárnap délutáni napon. Wait, how do you have double of me? You're crazy. Na, igen. Szóval visszatérünk majd a Twitch-re. Még nem jelentettük be, de majd hamarosan bejelentjük. De ezt gondolom már ki tudtátok következtetni, mert csapattársaim közül többen is már streameltek Twitch-en. Challenger TP, Challenger Flash. Ah, because of this. Yeah. I will leave it like this. Yeah, good job. Nem. Nem Magyarországon vagyok, én továbbra is Berlinben tartózkodom. Most egy kicsit több szabad időnk van, mert... Két hét múlva lesz csak a rájátszás, és a többiek akartak egy kis időt más dolgokra a játékon kívül, hogy szerdától kezdve fogjuk majd folytatni. És akkor új junglerrel fogunk játszani, Gilius az hazautazott, hogy most majd Horó lesz a jungler. Őt fogjuk kipróbálni. Mai streamen, hogy mit akarok majd játszani, sok mindent ki akarok majd próbálni. Nem játszott... Can you do it a bit? Yeah, thanks. Nem játszottam még így Tamkenchel, Gangplankkel, meg hasonlókkal, és ezeket majd ki akarom próbálni. Ezen kívül játszok majd megszokott hősöket is. Irelia, már esetleg Poppy. Ahogy alakulnak a Champion Selectek, lehet, hogy toppot meg se kapom egy meccsen se.
De elmúlt két meccsen például nem kaptam meg a toppot, amikor Power of Evil-el duoztam. Előfordulhat. Ah, igen, a később érkezőknek ismét elmondom, hogy a Azubuval már nincsen szerződésünk, úgyhogy majd visszatérünk a Twitch-re. És azért streamelek. Nem gondoltam végre. A Gnárt miért nem pikkelik mostanában? Szerintem pikkelik továbbra is a Gnárt. Megnézed a koreai, kínai bajnokságokat. Amerikait esetleg. Azért még elég gyakran előfordul a Gnár. Inkább csak itt Európában látni kevesebbet. De továbbra is egy elég jó hős. Horóval fogunk játszani majd szerdától, és megnézzük, hogy milyen játékos. Gondolom jó, mert ezt láttuk, hogy jó. Inkább azt nézzük meg, hogy hogyan tud beilleszkedni a csapatba is. Egyáltalán tudunk-e vele jól dolgozni majd. Fanatic meccs az nem volt troll meccs, hanem inkább túlságosan is elkapott a meccsheve minket szerintem, és nem nagyon gondolkodtunk már. Nem csak mentünk rájuk, amikor megláttuk őket. Ahelyett, hogy vártunk volna ultikra, meg többire, vagy valami jobban kidolgozott tervet csináltunk volna. Meg amúgy is úgy mentünk bele a meccsbe, hogy olyan hősöket hoztunk, amikkel nem is gyakoroltunk a hét során. Tehát kicsit meg akartuk lepni a Fnaticot. Annyira nagy hangsúlyt nem fektettünk a meccsre, mert inkább a Giantsre koncentráltunk, az volt a nagyon fontos meccs nekünk. Ugye a Giants győzelem, mert már meg is van a playoffs rájátszás, úgyhogy az volt a fontos. Hát Ryze az elég problémás is volt az előző patchen. Hiába öltük meg kétszer is. Esélyem se volt, hogy farmoljak ellene. Oda megyek a minionok közelébe, és rám nyomja a full kombóját, akkor hiába vagyok poppy, hiába ott a damage reduction, akkor is meghalok. Melyik szerveren játszok? EU-West-en játszok. Igen, Horror fog játszani most szerdántól. Bele fogunk gyakorolni, és hogyha jól megy a gyakorlás, akkor ő fog játszani a rájátszásban. Akik itt vannak most, az Power of Evil, Sheepy, Hillisang, Hillisang barátnője a Dori, a Sheepy barátnője a... Mostantól itt lesz a streamingen. Angolul mennyire tud a Horó? Elvileg tud angolul. Legalábbis Sépi beszélt vele és töltött el 5 hónapot. Meg már előtte is tudott angolul, mielőtt ide jött volna. Szóval szerintem az angol tudásával nem lesz probléma. Nagyon halk vagyok. Belehallgatok. Meg már előtte is tudott angolul, mielőtt ide jött volna. Szerintem nem lesz probléma a hanggal, hogyha kicsit halk vagyok, akkor te is tudsz rám hangot adni a számítógépeden keresztül. Nem akarom túl hangosra rakni magamat, mert akkor körülöttem lévőket is jobban lehet majd hallani, meg játékon belül de biztos, hogy ez a legjobb lenne. Köszönjön be. Megszóljuk, hogy köszönjön be. A zenéket azért nem indítok, mert majd fel akarom tölteni a YouTube-ra a streamet majd. És már többször jártam úgy, hogy a zene miatt le van mute-olva. Akkor azt azért el szeretném kerülni. Igazából szerintem itt a kommentátor. Tehát a kommentálása fontosabb.
zenénél. Majd, hogyha tudok erre találni egy megoldást, gondolom a Twitchnek biztos vannak ilyen a tornái, vagy valami segítséget tudnak adni ezzel kapcsolatban, hogy milyen zenéket lehet lejátszani, amiket nem van. Szerintem itt már nincsen könnyű ellenfér, úgyhogy Rocket is nehéz falat lett. De jó lenne megint a döntőbe bejutni. Második helyet sikerülne elérni, akkor szerintem már meg is van a VB-re kijutás. Bár az elég nehéz lesz, mert a Fnaticot kell majd megverni hozzá az elődöntőben, ha esetleg tovább jutunk a Rocket ellen. Most nem kérem meg a csapattársakat, hogy magyarul beszéljenek. Megkímélem őket ettől. Majd még kidolgozok valamit. Ez most az első streamem a Twitch-en egy jó ideje, szóval nem nagyon készültem rá ilyesmivel. Csak menjen. Igazából le akarom tesztelni, hogy jól fut-e a stream. Minden probléma mentesen. Halljon. Magyar CSGO csapat kijutott az ISR és pont a Rocket ellen játszanak. Akkor a Rocketet kétszer el kell verni majd. Fnatic hiába ment 18-0, szerintem természetesen verhetőek. Nagyon sok meccsük volt olyan, hogy igazából ki kellett volna kapniuk, csak az ellenfél nem játszott megfelelően egy idő után. Én azt vettem észre, hogy a Fnatic ellen, amikor valaki nyerésre állt, akkor kicsit így meginoktak. Megijedtek attól, hogy most tényleg ilyen jól állnak, és akkor ne csináljunk semmi hibát a Fnatic ellen, mert különben visszajönnek. Akkor ez miatt hibáztak. Ez mondjuk csak az én észrevételem. A következő meccsünk az két hét múlva lesz, szóval bőven lesz időnk valami meglepetést kitalálni. Szerintem egy BO-tos szériát meglepetés pikkekkel kezdeni nagyon jó. Megleped az ellenfeled, akkor akár már el is döntheted az elejétől fogva, hogy ki fogja nyerni. Kik is az most a Gamers 2-ben van. Szóval ő a másodosztályban a Challenger Series-ben játszik. És ha jól tudom, majd LCS-be jutásért fognak játszani, mert elsők lettek a bajnokságban. Jó, és csak 10 perces. És jelenleg olyan Challenger 700 pont körül vagyok, úgyhogy kicsit hosszabbak a queue time-ok. De 10 perc az általában kell hozzá. De néha kevesebb. Attól függ, hogy kik vannak. Ki játszanak éppen. Ja, nem látok fenn olyan sok HL-os játékost. Reméljük megkapom a topot. Horror az volt az SKT-ben. Kikissel kapcsolatban olvassátok el a Facebook kiírását, hogyha érdekel, hogy miért ment. Hát megvoltak a saját dolgai. Voltak dolgok, amiket nem szeretett ottal kapcsolatban. Főleg ezért. Alacsony volt a tolerancia szintje szerintem. Tom Kench az érdekes hősnek néz ki, majd ki akarom próbálni. Egyszer normáloztam vele. Akkor igazából nem farmoltam semmit, de kíváncsi vagyok rá, úgyhogy próbálom majd. Mit
gondolsz Renekton, illetve Trundle topról, valamikor visszajöttek a játékba? Szerintem benne vannak. Tehát én például Trundle-t hoznék szívesen, hogyha az ellenfél mondjuk Shen topot hoz. Mert a Trundle az a nagy counterje a Shennek. Hogy miért is pontosan? Mert folyamatosan meg tudod 1v1-ezni a Shent és tudsz ellene split pusholni. Egy idő után pedig eljuthatsz arra a szintre, amikor figyelmen kívül hagyhatod a Shent és rámehetsz a tornyokra. Döntöd a tornyokat Hydrával, az összes életerőt, amit elvesztesz, azt felgyógyítod, aztán csak mehetsz a tornyokra split pusholni ellene, és a Shen nem tud ezzel ellen semmit csinálni. Teamfightok során pedig csak leultizod és nyilván meg lehet ölni. A Poppit egyébként azért hoztam a Fnatic ellen, mert láttuk, hogy Trundle supportot hoznak. És úgy döntöttünk, hogy Trundle support ellen elvileg a Poppy nagyon jó lesz majd. Mert ráutazol a Trundle-re és mit tud csinálni. Tehát nincsen CC-je, nem tud megállítani. Csak hát sajnos a játék elég hamar befejeződött és nem értünk el abba a fázisba, ahol működhetett volna. Egyetemen pszichológiát tanultam, most jelenleg pihentetem az egyetemet, de LCS miatt. De majd tervezem folytatni valamikor. Fiora reworkről nem nagyon tudok még véleményt nyilvánítani. Gyorsan átnéztem a képességeit, de attól függetlenül nehéz megállapítani, hogy milyen lesz, mert nem tudod a rációkat. Tehát, hogy hogyan scale-el, mennyi true damage-et csinálsz, milyen az AD sebzésed, hogyha sebzésre mész, milyen vagy, hogyha tankosra mész. Ezeket majd csak a rework után lehet megtudni. Jó kis dodge. Full damage, hidrás, frozen manetes, black cleaveres, Jarvanról mi a... Jarvan elmegy topra. Nem rossz toppos, full damage-re mész, meg tudsz valakit ölni azonnal, akkor jó lehet, működhet. De hogyha nem, akkor más őst kell keresni. Szerintem a Nocturne Jungle mészt, akkor ne Devourert vegyél, mert túl sok időbe kerül, amire megerősödsz. A Nocturne-nek nincsen semmi olyan sebzése, ami itt például State-t Devourerrel ki tudnál használni. Legalábbis szerintem jobban megéri egy Cinder Hulk-ra menni, vagy valami hasonlóra. Utána vehetsz egy kis több damage-et, Black Cleaver, vagy Blade of the Ruin, valami ilyesmit. Kerr és pat körüli elóba, ha szólok kizik, akkor inkább hozom a hard carry-ket és próbálom mindenképp egyedül lehozni, vagy inkább utility jump-ek és próbáljuk bízni. Ja, ilyen utility jump-eket hozol, mint például Maokai, Lulu vagy valami hasonló, Shen. Adokkal is lehet carry-zni, tehát nem feltétlenül jelenti azt, hogy de akkor ne csináljál semmit. Van olyan meccs, ahol 10-0-10-es Maokai vagy, és akkor simán a hátadra tudod venni a csapatot. Nem feltétlenül a carry champek azok, akikkel mindig carryzni lehet. Bemelegítésnek. Bemelegítésnek hozok egy Irelia-t. Na, ha veszel neki Botorkot meg Black Cleavert, akkor jó, igen. De akkor is egy Xin Zhao vagy valami hasonló. Jobban ezt ki tudja használni, szerintem jobb Devourerrel, hogyha mindenképp ilyen scale-elős junglert akarsz. Állandó jungler az még nincs meg. Most kipróbáljuk majd Horót, aztán meglátjuk, hogy hogy megy vele. Hát ilyen, hogy legjobb toppos nekem. Ilyen véleményem, hogy ki a legjobb tompos.
csapatok vannak is. Az, hogy valaki milyen toppos, az a csapatától függ. De mondani, egy AD carry-t, aki képes jól helyezkedni és menek. Hát akkor, hogyha ilyen jól helyezkedős, jól menekülős AD carry-t akarsz, akkor érdemes mobilisabbakat menni, mint Graves, Ezreal, Lucian, Kalista, akikkel tudsz ugrálni, kitérni skill shotok elől, hasonlók. Horol a szkórjai. Gangplanket azt majd ki akarom próbálni, hogy igazából a véleményem az eléggé ilyen kevert, mert láttam már olyan gangplankeket, akik nagyon jól játszottak, és láttam olyanokat is, akik teljesen haszontalanok voltak. És jelenleg azok, akik haszontalanok, azok többségben vannak. Harmadik hely sikerülhet persze. Innentől már a mi kezünkben van az egész. Playoff az teljesen új stádium. Teljesen más a alapszakaszhoz képest. És szerintem nekünk sokkal jobban fekszik a BO5-ös széria. Itt BO1-ek játszása. Hát erre csak két hét múlva tudnék válaszolni, mert most fogunk csak gyakorolni horóval, úgyhogy nem tudom, hogy még hogy milyen, hogy mennyire fog beleilleni a csapatba. Majd kiderül. Asterik, Attack Speed Quint, AD Mark, Armor per level sárga és Magic Resist per level kék. Azok a runnák, bocsánat. Mastery pedig 21.90. Sion top. Sion top az elmegy. Scrimekben szoktam játszani néha Sion topot. Szerintem Rumble ellen nagyon jó. Meg vannak még hősök, akik ellen elég jó tud lenni. Nem, Forgiven igazából a való életben nem ilyen bunkó. Hogy nem ilyen rossz indulatú. Inkább csak a játékon belül szokott nagyon toxik lenni. A játékban elismerem, hogy az, mert szoktam ellene játszani néha, vagy vele játszani. És elég negatív szokott lenni. Ja, teljesen érthető, hogyha kapott figyelmeztetést, és ennek ellenére is tovább csinálta ezt a dolgot, akkor megérdemli igazából a büntetését. Ryze az most nagyon lehet nerfelve, úgyhogy szerintem most már nem vészes top laner. Tehát eddig ő volt a legdominánsabb, és nem volt counterje. Hát én nagyon sok hőst kipróbáltam. Egyetlen counter a Ryze-ra az volt, hogy szétkempeled. De még akkor is nagyon hasznos volt utána. Vagy továbbra is. Benne volt a játékban az, hogy elkap egyszer egy dupla V-vel és onnantól megöl. Ryze az nagyon OP volt eddig. Örülök a nerfjének, mert most már nem olyan, hogy aki a piros oldalon van, annak rögtön bannolnia kell a Ryze-t, mert különben az ellenfél elviszi, és akkor vége. Who'll meet their end on the rift today? I stand resolute. Ó, farkasok. Nem fog farkasozni, mert ez szívatosan lassú. Jó kis solo queen védek, a Malphite is fog campet csinálni, mert csak egy kristallin flaszkával kezdett. Igazából a kezdő itemekből jól le lehet olvasni. Kristallin flaszka, semmi más. Campet akar csinálni.
Még megváltoztathatja a döntését természetesen, de legnagyobb valószínűséggel Kempet fog. The minions have embarked. Kha'Zix az nincs benne nagyon a metában, mert nagyon lassú a junglerje. Jungle clearje, többi junglerhez képest is. Toppon pedig nem nagyon használható szerintem. Na jó sok segítséget adott. De elég ritka, hogy ilyen nagy segítséget kapsz. Vladimirtől. Más hősöktől simán lehet kapni, de Vladimirtől ritka. Nem a legjobb hős arra, hogy segítsen neked a camp csinálásban. Kicsit gyorsabb vagyok a Malphite-nál. De persze a minion RNG az ő javára fordítja a dolgot. A Claw Farmort vett, az nagyon, azt jelenti, hogy nagyon kevés potil van. Nem, kicsit nyugodtabban tradelhetek vele. De kevés a potia, minden egyes trade az én javamra van, mert nekem több potim van. 4 health poti, 2 mana poti. Innentől kezdve pedig outtrade-elem. Csak 3 kristalin flaszkája van. Felszámoltam. Nagyokat ütöd a malfajt. Érdekes. Kétségkívül jó nagyokat ütött ezzel a dupla V-vel. Na mindegy, most van jó sok potim, azokat el tudom használni és kiszedtük belőle a flash-ét. Vesztek pár minion, de az nem olyan vészes, mert az experience-t ezt továbbra is megkapom. És mint látjuk, ő se farmol túl jól, 15 farmja van nekem ti. Most jönnek minionok a tornyom alá, mert fel is hoztam kb. Ez megvan. Jobb volt. Igazából ez a probléma az, hogyha elpazarolja valaki a flash-ét ilyen felelőtlenül, nagyon könnyen le lehet gankelni utána. Mi a jungler? Ők Rengar jungle. Level 2 genkelt valahova. Azóta nem láttuk, úgyhogy könnyen lehet, hogy toppon van, de szerintem túl tudom élni. Mert van flash-em. Ha ki tudom flash-elni az 5 ferocity is E-jét, akkor onnantól jó helyzetben vagyok. Kicsit agresszív volt, amit a Malphite-tal csináltam. Igazából amikor rám jött, akkor vissza kellett volna mennem. A stream fenn lesz YouTube-on, igen. Nem nagyon veszek potikat, mert a TP-m hamarosan feljön. És ha legközelebb vissza kell mennem, akkor majd visszatépézek a lane-re. Mi ebben a matchupban fontos, hogy próbálja meg elkerülni azt, hogy az attack speedemet nagyon lecsökkentse. Amikor elhasználja az E-jét, akkor ne menjek egy ilyen all-in státuszba, ahol már nem tudok kijönni a harcból. Q-t azt mindig fenn kell tartani.
Flash-emet az viszont megtartottam, szóval egy következő genket kell tudnom élni. Azért ugrottam le, mert nem volt minion között, tehát könnyű volt a gank. Sajnos a Viktor nagyon lerómolta a Vladimirt. És a lane nem az elég rossz pozícióban van, de vissza tudok tépézni majd. Hol az nem probléma. Az Echo nagyon lassú volt a W-jével. Nyugalom, nyugalom. Valaki nagyon ideges itt. A pingelt vagy százszor. Malphite TP-t is kiszedtük. Flash-ét azt mikor is használt el? Írtam. 8-26. Szerintem a Rengar elhasználta itt a kis harcunk között. Az ilyen megnyilvánulások után elég úgy érzem, hogy le kéne némítanom ezeket a játékosokat. Már elég nagyokat itt ez a Malphite W-ben. Ami azt illeti. Rengar viszont ott van a pálya másik oldalán, úgyhogy nyugodtan rámehetek a Malphite-ra. De erősebb vagyok nála. Pink Warromat leszedheti, igazából nem nagyon érdekel. Rengar viszont 6-os és eltűnt a pályáról. Kicsit félek most kimozdulni ez miatt. Bár szerintem ha itt a Rengar, akkor teljesen mindegy, hogy torony alatt vagyok vagy nem. Ennyi HP-val simán kidájval. Na mindegy, pikolozok, mert nem akarom megkockáztatni. Az Echo ott van a pálya másik oldalán, ki dive-ol a Rengar, akkor nagyon rossz a szituáció. Inkább vesztek 15 minion-t. Sajnos elég sok múlik itt a junglereken, top lane tekintetében, hogy tudsz-e farmolni vagy nem. Félek, hogyha egy agresszív top lane-ert, mint Irelia-t játszol. Malphite nincs. Két perc és lesz TP-n megint. Illetve flash sem is. Sunfire TP-t elsőnek. Utána nem tudom mire fog menni, de a Rengar most is nagyon fenyegető. Sajnos ez nagyon rossz szituáció, az Echo az nem jön segíteni nekem. Your turret in splinters. Az első Rengar gangbe bele fogok halni. Ez nagyon jó trade volt neki. Az Echo is. Elég rosszul időzít szerintem. Who you are.
Lehet, hogy még nem volt fenn a Malphite ulti egyébként, úgyhogy azért nem tudott elmenekülni. Azt hittem, hogy van ulti meg flash-je is, és simán el tud menni. Hát nem. Na, megvan a Sheen is. 11. percnél. Nem rossz végül is. Egyáltalán nem rossz. Jól állok, 700 arany választ a Trinity Force-tól. Malphite letépézett. 17, 30, kb. Ez az Malphite ér. Kb. 16. Már 5 perces cooldownja van. Teleportom feljött. Lehet én is lemegyek botra. Hát, csak hagyja el inkább a tornyot. Na most viszont jöhetek. Ah, még Malphite ulti is benne van. Arra nem számítottam. Tornyuk, úgyhogy mindenki kiflash-elt. A farmot meghagyom a Sivirnek, mert toppon nagyon nagy a farm. Sajnos nem kaptam semmit ebből a kis kirándulásból, de csapat kapott, úgyhogy megérte. Meg mindenkitől kiszedtük a flash szerintem. Viktor Leona flash-elt itt a végén. 13-10 körül. A kettőnek van. Tehát 4 és fél. 13, 10, 17, 40. Rengar akkor flash-elt, amikor én. Majd megnézem még. Látjuk a Rengart, ott van a farkasokon. Ó, oh, most elhasználta az eljét. Ilyenkor rá lehet menni agresszívan, mert nincsen attack speed slow. Biztos, hogy te nyered meg a traderést. Életcserét. Most nincs ultija még a Malphite-nak. Belő jó van. Egy... Meg tudtam volna ölni a Malphite-et, hanem... Ki kéne vardolnom, mert szerintem a Leona még továbbra is itt van a közelben. Már akár egy Rengar is jöhet. Ja. Most egy beita. Ilyen kevés HP-val nem maradna itt. Simán meg tudnám ölni. Még maradok egy kicsit, látjuk a Rengart elment. Lehet, hogy a Leona is elhagyta most már a terepet. Legalább flash-et. Reménykedtem benne, hogy meg tudom ölni, de nem is. HP-val túlélte. Rengar viszont lehet, hogy jön topra. Őt. Na, ott van a full buff-on. Elindulhatnék, csak nincsen manám, úgyhogy nem sok értelme van. Nincs Malphite ulti.
Tamkencse is az új gépével majd tervezek játszani, igen. Nem tudom garantálni, hogy jó leszek velük, mert first time GP leszek. Tamkencse is csak egy meccsen van eddig. De majd kipróbálom őket. Tornyokat kéne leszedni toppon, meg miden. Szerintem erősebb vagyok a malfightnál, úgyhogy a top torony ez le fog esni idővel. Már nagyon sok az armorja, de igazából Irelia nagyon sok true damage-et csinál. Azért a mágikus sebzése se elhanyagolható. Itt kivardolok mélyebbre. A Leona megint esetleg ide jönne. Hamar meglássam. 180 armor, Stunfire, Ninja Tabi. Megpróbálom kivárni, amikor elhasználja az E-jét. Most, hogy el fogja használni. Például most. Na, ez túl lassú. Igazából kettes cipője van nekem, meg csak egyes. Jobb vagyok gyors Trinity Force-szal, azért nem elég gyors. Rá tudjak venni. Jó az is, ez a szituáció. Meg se vagyok erősebb, jól erősebb nálam jelenleg. A mágikus sebzése. Akkor rámegyünk egy Mercury-re. Megyek botra. Sivir mehet topra, mert simán el tud bánni a malfight-tal szerintem. Spell shade-et jól kihasználja. Én pedig meg tudom ölni a korkit. A torony le fog esni, az a baj. Különösen ami rajtam van most, ez egy HyperX Cloud 2. De mit csinálnak most, ezt nem értem. Meghal valaki és akkor oda megy a bard. A face checkelni minden bokrot. Egy pink vadra elvardoltam. Ezt kiszedjük. Nem hiszem, hogy nagyon tudnánk gruppolni. Ránézek a team kompunkra. Túlságosan erős teamfight van. Egy... Talán több esélyünk van, hogyha gruppolunk, mint hogy... Nem, mert akkor a Rengar mindenkit levadász. Van az összes boton. Rikololnak most. Az a korki rakéta. Pont elszállt a fejem mellett. Itt igazából simán túlélhettem volna. Számítottam a healjére. Rengar jön botra. Hullád és Rengar szerintem simán le tud vansatolni.
Ha rámugrik, le tudom stunolni még. Nem rossz. Csak 1400 élete van, tehát egyszer elkapom egy stunnal, akkor onnantól vége neki. Nagyon nem lesz jó ez így. Na sorkol, ez nem volt jó. Megvan az a Viktor. Legalább. Kicsit több sebzés kell, úgyhogy rámegyek majd egy Blade of the Ruined Kingre. Arra úgy látom, nagyon sok a magikus sebzésük, úgyhogy inkább egy Hexdrinker és utána Blade of the Ruined King. Rájátszásoknál valószínűleg nem Gideus lesz a jungler. Nem kipróbáljuk majd Horót szerdától. Ha jól megy vele, akkor ő lesz. Hogy tetszik az új Haud? Haudé. Szerintem jó lesz majd, csak eleinte nagyon szokatlan. Hát mint minden új dolog, hozzá kell majd szokni. Én jelenleg eléggé rosszul játszok rajta, de kicsit hozzászok, szerintem jobb lesz, mint ez a mostani. Jobban átlátható. Ez a top torony, ez dőljön már le. Rengar jön topra egyedül. Rengart ezt one-shotolom, úgyhogy két a Leona is. Sárkány 10 másodperc. Megpróbálok a toronyban valami csapdát állítani. Nem hiszem, hogy belesétálna, de hát ha. Kilógtam egy pillanatra. Egy. Harcoljunk már. Nagyon félősen játszott a csapat. Nem tudom, hogyha itt egy Leona meg egy... Van egy Leona meg egy Malphite a Dragon Pitben, akkor miért nem lehet őket? Na mindegy. Elég alacsony szintű most ez a meccs. Valószínűleg a sorba fog kerülni. Sokat nem tud csinálni Sivir. Sivirút is bent ragadt. Most használta el. Sivir Mechanics is iszonyatosan rossz volt. Felségét ki se használta, hanem inkább elfesset. Azt talán meg lesz a Viktor viszont. Szép. Többet nem tudunk leszedni, inkább mit toronyra menjünk. Valaki tudja sebezni ezt a Malphite-t, akkor az a Vladimir.
Az a baj, nem tudjuk, hogy ki van mögöttük. 2v2-ben sokkal erősebbek vagyunk, de... Na miden mi a helyzet? Vladimir éppen meghalt. Szerintem leszerem ezt a top tornyot, ez... Mire odaérnék midre, az már túl késő, meg talán a Sibir amúgy is. Befejezi őket az Echo-val. Rengár rajta van a Grompon. Szerintem nem vagyok erősebb nála. Legalábbis jelenleg nem. Ulti nélkül biztos nem. Your allies decorate in the seabed. Everything's got an end. Viszont az ultim az 10 másodperc, úgyhogy... valami csapdát fel tudok állítani. De nem akar jönni, úgyhogy mindegy. Csak recallolok. Akik itt vannak, a Sheepy barátnője, meg a Hillisang barátnője. Orkinek randuinsja van. Nagyon butas létel a Korkitól. Ha full AD team kapunk lenne, azt mondanám, hogy jó, de itt van egy Vladimir. Rengar flash-t. Just FF. Hát van egy Ekkong meg egy Vladimirünk, azért ők elég csak mágikus sebzést csinálnak a Korkira. És van egy Trinity Force-ja, igazából azzal semmit nem sebez rajtunk. Vigyázni kéne a Rengar ultival. Viktor toppom. Jövök midre, mert itt harc lesz. Biztos vagyok benne, hogy Rengar ultizik. Simán meg lehet ölni, nincsen flash-i. Hajrá, hajrá. Jó comeback. Mehet a következő is talán. Igen, feljön a Rengar viszont. Inhibitort le tudjuk szedni és utána vissza. Dragon 19 másodperc, ez jó. Jó ötlet. Gyorsan meg tudjuk csinálni. Ne, nem megyünk rájuk. Biztos nem találta.
is meglett. Megvan a Blade of the Ruined King is. Talán még több sebzésre fogok rámenni. Hogy mire azt még nem... Hát, lehet, hogy egy kicsit tankosítani kéne magamon igazából. Nehéz döntés. Veszek egy Last Whispert, mert annyi armort építenek, hogy ez csak van. A Malphite-nak van vagy 460 armorja. Ez elég sok. Megvan a Last Whisper, akkor már tudok rajtuk sebezni majd. Kicsit egy ilyen csapda gyanús ez a midlane, hogy itt ketten vannak és Rengar ott van a hátuk mögött. Vladimirt ezt nem nagyon érdekli. Rengard. Na, Rengard. Ez egy full squishy Rengard, azt rögtön el kell tüntetni egy Sivirnek, meg egy Vladimirnek. Szerintem ezt be tudjuk endelni, ez csak egy Malphite. Nem meg lehet ölni. Ennyi, meg is halt. Bardot? Be tudna rakni valaki? Jó. Nem lesz rá szükség. Valami magas szintű meccs volt. Továbbra is tartom magam ehhez az állításhoz. De nem volt rossz. A 700 pont fölé Challengerbe. Nem is nagyon értettem a csapatot, hogy miért akarják feladni a játékot. Az Echo mindig azt mondta, just FF. Nem nagyon értem, hogy miért ilyen negatívak az emberek szólókjúban néha. Nem is állunk vesztésre, vagy talán egy nagyon picit, azért mert elviszi az ellenfél a nasort, vagy valami. Attól még nincs vége a játéknak. Mótok lesz nekem majd. Majd biztos, most igazából először streamelek. Twitchen már egy jó ideje. Ó. Elnézést, kicsit keverem még az angolt a magyarral. Általában angolul szoktam beszélni. Tehát, majd lesz nekem módtuk. Majd kialakul a dolog. Hogyha többet streamelek, akkor majd akarok emótokat. Jog már leaszínezek. Na, náhogy leaszínezek. In OP. Hulládi leaszín top egyébként nem rossz. Hasonlít a Jarvanhoz. Meg próbálsz one-shotolni valakit. Sikerül, akkor nem sikerül. De ha sikerül, akkor meg olyan csapatásza. Hora még nincs itt Berlinben, ő majd szerdán érkezik. Angolul stream ez több néz. Igazából most nagyon érdekel. Elég sok angol stream van Twitchen, magyarból pedig kevés, szóval voltam magyar stream, most jó lenne. Meg amúgy is régen volt már magyar stream, 2 hónapja. Szóval igen. Azért kijönnek itt a hátrányai a Twitchnek az Azubu-val szemben is néha. Kegyetlenebb csettel.
Benhammer. Tanítani a magyart nem nagyon szoktam, hogy a csapattársaknak néha kérdeznek egy-egy szót, aztán maximum annyi. De azt se jegyzik meg szerintem, azért elég nehéz a magyar nyelv. A szemüveget azt mindig szoktam hordani. Csak az LCS-en nem, de lehet, hogy szerencsét hozna, hogyha felvenném. Irelia-hoz a rúnát, amit használtam. Ez volt, Attack Speed AD. Attack Speed Quint, pirosba Attack Damage, Armor per level, Shard és Magic Resist per level kék. Szerintem van esélyünk jól szerepelni a rájátszásban, igen. Kicsit gyakorlunk. Jobban ezt teszakunk, akkor majd jól fog menni. Lehet hallani a kiejtésedem, hogy keveset beszélsz magyarul. Ez van. Azért még tudok magyarul. AD-fi stop. Lehet, hogy lesz majd. Szerintem az AD-fi stop azért erős. Én nem tartom olyan jónak, és eddig nem nagyon tartottam olyan jónak, mert szerintem valaki Ignite teleportos AD Fist, mely az eléggé könnyen használható a másik csapat részéről. Azért nem rossz. Régebben én például szerettem Fizzel játszani, akkor jó volt AD Fizz. Elég élvezetes karakter volt, és szerintem lehet vele csinálni playeket is. Nautilus top az elég stabil választás. Igazából ennyi, nem. Egy tank vagy. Tank vagy sok CC-vel. Stabil a lénelésed viszonylag. Tehát az elején nehéz csak, de utána megölhetetlenné válsz. Az AD fizz attól jobb, mint az AP, hogy tudsz vele split pusholni, és... amilyen sebzést kapsz mondjuk az ellenféltől, azt fel tudod healen. Illetve nem kell olyan sok idő neked, mint az AP fiznek. AD fiznek jobb a lénelése. Jobb split pusolása, mint az AP, viszont az AP-nak sokkal jobb a fight potenciálja. Kidius egyébként nem volt rossz. Sokkal rosszabbra számítottam tőle. De még együtt élni sem volt olyan vészes vele. Kicsit hangulatosabbak voltak a gyakorlások, de kevésbé profi is szerintem. Kidiusnak még nagyon sokat kell tanulnia. Jungle-el kapcsolatban, és szerintem ez jó úton halad viszonylag. Tehát amíg itt volt ezen a két hét során, azért sokat tanult. Nem kérem meg őket, hogy köszönjenek be. Nem tudom, hogy miért szeretnétek ennyire, hogy magyarul beszéljenek itt a körülöttem lévők. Nem tudnak magyarul, úgyhogy... Nyilván... Nem menne nekik. Világbajnoksággal kapcsolatban... Szerintem érdekes lesz a mostani VB, mert nehéz megállapítani az erőviszonyokat. Például a Fnatic nagyon domináns az EU-LCS-ben, úgyhogy lehet, hogy még egy VB-n is jól szerepelnének. Ha csak azt nézzük, hogy az MSI-on 3-2-re kikaptak az SKT-től és két meccset el tudtak hozni, az már nagyon jó jel. És azóta nagyon sokat fejlődött a Fnatic. Ha kimentek az MSI-ra, akkor egy stílus tudtak. Nagyon kiszámítható csapat volt a Fnatic. Most pedig már 3-4 stílusuk van, és igazából a pick and ban fázis is rendkívül nehéz ellenük.
Természetesen szeretek még. Azt, hogy a profivá válsz, attól még nem veszik el a szépsége a játéknak. Továbbra is élvezetes marad. A kommentátorok azt meg szokták kérdezni, hogy hogyan hívjanak. Hogy hogyan ejtett ki a nevedet. Főleg, hogyha valakinek nehéz a neve. Számukra nehéz, akkor meg szokták kérdezni. Nagyon lelkes kommentátorok vannak itt az OLCS-ben. Eléggé hívesen tanulnak. Tudsz nekik valami tippet adni, vagy valami hasonló, ezt mindig megkérdezik. De Fisho például Skype-on szokta Power of Evil-től kérdezni a midlane matchup-okat. Vagy hogy miért jó az Oriannának a smite, miért kell ezt meg azt buildelni. Elég jó kis kommentátorok szerintem. Hulladi Wukong a solo queue-ban persze lehet carryzni. De szerintem primate-ben nem sok értelme van. Maokai meg Olaf is jó topra persze. Garner top, az nem hiszem, hogy a legjobb lenne. Nézzük meg előbb, hogy mit hoznak. Szerintem nem fogom megkapni a topot. Jelentették, hogy ő nem fog botlane-ezni. Ez pedig azt mondta, hogy mit, úgyhogy botlane-re megyek. Mit fogok hozni, azt még nem tudom. Az kinek nagy része megvan, igen. Az összes azért nincs meg. Swain top. Egyszer próbáltam csak ki, úgyhogy nehéz megmondani, hogy jobb lett az AP-tem változtatások óta. Akkor is ilyen gear build-et csináltam, hogy nem mentem Road of Ages-re. Nagyon squishy voltam. Nem hiszem, hogy az a legjobb döntés. Azért nem rossz. Szerintem egyáltalán nem húzza vissza a csapatot, és eléggé jól játszik az utóbbi hetekben. Eléggé összetette magát, sokat dúlznak Healy-vel. Szerintem most a botlane eléggé stabil pontja a csapatnak. Dead man walking. Na nézzük, mit hozzunk ellenük. Ivan, Yasuo, húha. Alistar. Nagyon élvezetes lesz AD carry-zni ezek ellen. És valami nagyon mobilis, tankos AD carry. Hozok egy Jinx-et. Igazából a Jinx az elég veszélyes húzás itt. Mert ezek nagyon gyorsan meg tudnak ölni, de van egy Chanak, meg egy Anivianc, szóval szerintem működhet. Urgot az M-mobil is. Urgotot hoznék akkor itt végén. Azért mind a Riven, mind a Yasuo megy a Last Whisperre. Hiába van 200 armorom, nagyon gyorsan megölnek. De Jinxen is tudok venni Randuint. Tehát ez pont az a meccs, ahol egy Randuin második, harmadik itemnek elmegy. Inkább harmadiknak. Infinity Edge, Phantom Dancer és utána jöhet a Randuin. Hát Sivirnek én nem vagyok a híve. Sivir az szerintem azoknak való, akik játszanak vele. Mert például a Spell Shield-et azt nehéz úgy időzíteni, hogyha nem vagy hozzászokva, hogy kulcsfontosságú képességeket blokkoljál le vele. Egy AD carry main ellen vagyok. Betterhide. Őt nem ismerem. Reméljük, hogy nem support main. Hol van esélyünk? Yorick top az erős laner. Nem nagyon érzem, hogy a Yorick nagyon beleillene a metába, de szerintem majd kipróbálom, hát ha a playoffs-ra
rájátszásra majd tudom hozni a rokkat ellen. First time Jinx. Nincs sok tapasztalatom a Jinx-szel, meg a nerf óta nem is játszottam vele. Talán nem olyan nehéz AD carry. Igazából jól kell helyezkedni vele. De ha Janna meg tud védeni, akkor jó lesz minden. Szerintem fognak invédelni, van egy Alistarjuk. Alistar flash Q-zik valakire, akkor ezt nagyon könnyű megölni. Mivel kéne kezdenem? Szerintem Q-val érdemes. Á, gondolom. Kezdek egy minigunnal, aztán gyorsan megöljük a kis gólemet. Rátváltok majd egy rakétára. Csáó és ebzés miatt. Mi az jó top laner? Szerintem európai top lanerek nagy része az most jó. Nils az nagyon jó korki, igen. De inkább játszok a korki ellen, mint a vény ellen, vagy valami hasonló. Korkit azt legalább ismerem, hogy milyen sebzése van. Rádi kerizni szoktam, akkor általában én is korkizok. A minion RNG, ezt nem értem. Én akárhányszor botlane-en játszok, az ellenfél megkapja mind a három miniont, pedig elvesztem a nagy részét. Nem értem. És akkor ott a levelem jöntessék, minion RNG miatt. Nagyon nem szeretem, amikor botlane-ezek. A zsinórban harmadszor történik ez, hogy az ellenfél minionjai szerencsésebbek. Botlane-ről sokat nem tudok mondani, mert vagyok botlane még. Nagyjából ismerem a lane, de nagyon tudom kommentálni, mikor kéne trade-elni, vagy valami hasonló. Érdekes húzás volt az Alistartól. Én magát shieldeli ez a Janna. Jó. Alistának még nincsen kombója. Annyit tudok, hogy érdemes a minionokat folyamatosan autoattackolnom, mert Doran's Blade-en van. Elég sokat tudok healelni. Az, hogy Janna-ként vesztünk Alistar ellen, az eléggé problémás szerintem.
Janna lane-nel illene nyerni, csak nem shader egyáltalán a Janna, így nem tudok tradelni normálisan. Tudom azt, amikor megyek a Cork jelen egy trade-re, akkor out fog trade-elni, mert Janna nem fog shield. Még amúgy meg eléggé rendne le trade-elni. Jó volt. Hát, vissza kéne menni szerintem. Fölösleges maradnom, nincs manám, nincs életem. Diana nem rossz hős, nem tudom miért esett ki hirtelen a metából. Volt egy idő, amikor nagyon visszajött, és elég erősnek tűnt. Hát nagyon durva a lemaradásunk boton, 20J-vel vagyok lemaradva. Na mindegy. AD carry main ellen nehéz. Meg gondolom az Alistar is support main, elég jól játszik. Lehet pont Miffy-nek a smurfje. Jó az Alistar. Nem flash-elem ki, akkor biztos, hogy meghaltam volna. Borkinek nincs flash-je, Alistarnak nincs flash-je. És a Korki elérte level 6-ot is. Enna flash. UTP. Ha nem streamelnék egyébként ezt a meccset, simán kidodzsoltam volna. Hát talán nem kapom meg a topot, akkor dodzsolok. Megyek a smurfömre. AD carry-zni meg aztán főleg nem szeretek, hogyha nincs main supportom. Talán egy kis freeze-et ki tudok alakítani. Ha a minionok folyamatosan felén pusholnak, akkor tudok dolgozni egy kicsit a lemaradásomon. Simán ki tudnak dive-olni Alistarra.
Kb. Semmit nem sebzek rajta. Csiklandozom egy kicsit. Elég sok malát pazarlok ezekkel a duplavékkel. Kb. Egyet nem találtam még be a meccs során. Ah, megvan. Első találat. Alisztának nincsen flash-i, úgyhogy sokat nem tud csinálni. BF szordot jó lenne összeszedni, mielőtt visszamegyek. Ez EU West. A végünk. Mégsem. De hittem a Corki néjebbre jöhetett volna. Jól meg tudtak volna lenni minket. Kell a BF sword. Sőt, nagyon greedy vagyok. Pedig most az vagyok. Még egyet be tudok tolni, még egy minion wave-et. Ez a flash sikerült volna, akkor megöljük a Zevelint, de így nem. Ez egy 20 perces meccs lesz, ahogy elnézem. Minden lane veszít. Top lane nagyon szét van szedve, bot lane nagyon szét van szedve. Mid lane-en is vereségre állunk. 30 cséle maradás. Aaaa. Akkor úgy döntött, hogy megmozdul. Nem is tudom, hogy elvittem-e volna, vagy... Lehet, hogy el se vittem volna. Eltalálom akkor sem. Na, itt egy Cannon minion, akkor most tudok freeze-elni. Valami jót lett. Enemy killing spree. Your ally has been slain. No, just... Your turret in splinters. Ennek a meccsnek vége. 14-2. Jöhet a következő. Tornyát viszont le akarom szedni. Akár jönnek, akár nem. Remek. Fed Evelyn neki.
has lost his inner. Hát... Miért be az ulti? Alisztra is meg tud velem egy V1-ezni kb. Azért nem vagyok olyan rossz AD-carry, csak nem Challenger szintű. Főleg nem LCS szintű. LCS AD-carry kellene természetesen nincs esélye. LCS supportokkal. Red Dive-val minket simán. De 3-1-t is everi. Come back. Van Infinity Edge-em. Jött Phantom Dancer. De itt már randuljra sem mehetek kb, mert az Evelynnek akkor AP sebzése van. Teljesen mindegy. Majd igen tervezem felrakni a streamet YouTube-ra. A Rex új junglerje meg új játéke. Hogy ne. Biszkik volt. Van shot itt. Your turret's been destroyed!
Szerintem egyébként az kikicsit hagyott minket. Megvan az előny, meg a hátránya is. Tudunk egy új junglerrel új csapatot felépíteni, szerintem elég problémás időszakunk is volt kikikkel. Lehet, hogy lett volna esélye velünk VB-re menni, de ő inkább nem volt elégedett a csapattal, a csapaton belül dolgokkal, úgyhogy azért hagyta el a csapatot. Első LCS meccsem előtt. Az első LCS meccsünk előtt szerintem nagyon izgult mindenki. Első meccs a nagy színpadon. Már igazából nem nagy újdonság. Playoffra mindenképp eldől, hogy ki lesz a végleges jungler. Vagy, hát igen, most ugye playoffot valószínűleg majd Uroval fogjuk lejátszani. De mondjuk tegyük fel, hogy vele nagyon rosszul megy a színpadon, akkor valószínűleg azt fogjuk dönteni, hogy más lesz a jungler. Egy Dariusra vagy Pantonra mit pikkelni erre? Nem tudom. Nem nagyon szoktam Darius Panton ellen játszani, de gondolom egy Rumble nem rossz. Vagy valami tankosat is hozhatsz. Nautilus sem Maokai biztos, hogy elmegy ellenük. PB-n levő Teemo buffhoz. Nem szoktam olvasni a PB-t, szóval nem nagyon tudom. Három fével lesz szeretsz a duo. Persze, szeretek duozni a csapattársakkal. Szerintem egy csapatnak jót tesz, hogyha játékosok duoznak benne. Nem vagy GP most. Hát ha megkapom a toppot. Mint látható most már. Nem olyan a solo queue, mint régen. A topposok mind megkapják a toppot. Nagyon sok olyan top lane main van most Challengerben, akik igazából most kapaszkodtak fel, és mindig elviszik a toppot, hogyha előtted vannak pickben. Sőt, már olyat is tapasztaltam, hogy egyszerre pickeltünk, és én voltam előtte, de instalokkolt a Trindamér topját. Tegnap volt még Power of Evil-vel való duo kiúzás során. Nem, nálunk nincsen semmi kötelező olvasmány vagy film. Csapattal kapcsolatban. Monte Cristo módszereiről pedig. Hogy ők az egyik leggyengébb csapattá váltak a CLG-vel, amíg ő volt az edzőjük. Tartom jó edzőnek a Monte Cristo-t. Az egy stílus, amit játszottak, az az engage stílus volt. Az ilyen Lissandrás, Rumble-os, Pulina-os stílus. Most pedig tudnak ilyen Protect AD Carry-s kompozíciót, Poke kompozíciót. Akkor teamfight-osat, vagy olyat, amivel csak elcatchelik az ellenfelet. Catch kompot. Nagyon sok kompozíciót tudnak most már játszani a fanatikusok. Elég veszélyes ellenfélé váltak. Nem szokott balhé lenni. Igazából elveszítünk egy meccset. Talán egy kicsit szomorú mindenki, de az elmúlik, ha már átbeszéljük a dolgokat is. Probléma. Nem hiszem, hogy elfelejteném a nyelvet, még ha nem is beszélném akkor sem. Nem zajlik olyan gyorsan, hogy 6 hónapig nem beszélem, aztán el is felejtem.
Varus vagy Kog'Maw, mi a jobb? Szerintem mindkettőnek megvan a maga előnye. Varusnak nagyobb a midgame power spike-ja, tehát ott erősebb, viszont a Kog'Maw late game az természetesen jobb a Varusnál. Illetve a kompozíciótól is függ, hogy AD-s vagy AP-s midlaner kell bele. De sokszor van olyan, hogy AP-s toppos van, AP-s jungler, AP-s a support, és mondjuk az AD carry egy korki, aki nagyon sok AP sebzést csinál, akkor ilyenkor Varust érdemes hozni. De mondjuk, ugyanez van AD-val, akkor meg Kog'Maw-t. Rivent azt nem fogok játszani. Játszottunk már az új AUD-val. Kicsit hozzá kell szokni. Szerintem jobb lesz majd, mint a mostani, de hozzá kell szokni mindenképpen. Németül tudok egy kicsit. Középiskolában is tanultam, általánosban is. 8 évig tanultam, nem sok ragadt rám. Megértem, hogyha beszélnek. Ilyen alapszavakat értek. Nem szoktam zenét játszani rankedezés közben. Néha szoktam, de akkor az ilyen chill solo queue, tehát nem nagyon veszem komolyan. Például gyakorlok solo queue-ban, akkor nem szoktam zenét játszani. Az LCS-ben sincs olyan, hogy zenévre játszhat, szóval gyakorlás során is ez érdemes tartani magadat, hogy nem játszol zenével. Jön lett a tank metából. Ez egy jó kérdés, ez elég hirtelen változott át. Szerintem a Jayce buffoknak köszönhetően főleg. Eddig Kog'Maw meg Varus volt az, akik jól tudnak pókolni, de aztán becsatlakozott egy Jayce is. Már három hős, innentől nagyon nehéz kibannolni egy ilyen pók kompozíciót. És a pók kompozíció mindig is jó volt egy ilyen tank kompozíció ellen. Megvan a disengaged, Janna keretein belül például. Bele a supporttal, akkor már meg lehet oldani a tankokat, távol tartsad a carry-ktől. Igazából mindenki, aki az EVLCS-ben részt vesz, az szerintem nagyon jól csinálja a munkáját. Casterek, rogues, kamerások, mindenki. Nagyon profi, amit a Riot művel. Ilyen kérdésekre nem nagyon tudok válaszolni, hogy most így egy-egy emberről mi a véleményem. Szerintem ez az egész, ami itt zajlik. Jó úton halad. Megnyernénk a világbajnokságot, kire kérnék jó elszkin. Mindenképpen egy olyan hőssel, akivel a világbajnokság során játszanék. És hát nehéz megmondani, hogy kire. Jó pár hónap múlva lenne. És addig változna a véleményem, bizonyára. Most Challenger 692 pont. Az NA LCS szerintem most alacsonyabb szintű, mint az EU LCS. Nézem a meccseket, nagyon sok hiba szokott lenni az NA LCS-ben. Szóval, igen. Hogyan lehet ezt beállítani? Itt lehet. Hol van, most feljebb vittem. Nem tudom, hogy mennyivel lett jobb. Vagy hogy jobb lett egyáltalán, de elvileg jobbnak kell lennie. Valami visszajelzést tudna adni az, aki azt mondta, hogy halk vagyok, mert láttam, többen írtátok. Jobb lett, akkor az jó lenne.
Hallottam az elopusztulás miatti eltiltásokról, szerintem teljesen helyén való. Hol van? Örülök, hogyha jobb lett. Nocturne topot nem szeretnél. Szerintem a Nocturne top az kicsit kiesett. Amikor én elkezdtem Nocturne topozni, akkor Red Smite még 6 másodpercig tartott. Meg a Cinder Hulk is erősebb volt. Azóta szépen lenerfeltek mindent. Bardax még fog hozni Kalisztát. Szerintem fog hozni majd, igen. Beszéltem vele erről a múltkor, igazából főleg azért nem hozott, mert egyesek kicsit negatívan álltak hozzá. És szerintem elég jól játszik Kalisztával, csak gyakorolni kell vele még egy kicsit többet csapat szinten. Meg Healy-vel többet kell dúoznia. Kalisztával elég nagy összeszokottság kell szerintem. Egyszer hoztam a Gnart. Nem mondanám, hogy sosem hozom, de nem tartozik azok a hősök közé, akiket legjobbnak tartok, mert nagyon specifikus kompozíció kell hozzá. Vannak olyan skinek, igen. Azok a skinek, amiknek nehéz látni animációit. Mondjuk egy példát. Például a Kog'Maw. Kog'Maw-nál a Lion Dance Kog'Maw le van tiltva. Általában ilyen legendary skineket szoktak letiltani. Például a Jinx skin is le van tiltva. Teljesen mások, mint az eredeti skinnel. Az animációk. Ziggs-et miért nem használják pókként? Szerintem a többi pók hősök azok jobbak. Ziggs az nem olyan konzisztens sebzés terén, mint mások. I'm not that much. Na, megkaptam. God Gilius-t. Itt kéne bannolni, Everint is kibannolom. Bannolják még. Prevent, jó. Maokai-ra lenne jó az UL skin. Jó, a Maokai skin az lehet, hogy jól néz neki. Ha nyernénk. Bár nagyon kicsi az esélye, hogy nyerünk. Már magára VB-re kijutni nehéz lesz. Nemhogy megnyerni. Na igen, a gaming house-ból. Jönnek. Utolsó bannak. Tamkencsezni akarok, akkor mi jó a tamkencsel, azon gondolkodom. Ajajaj, Alisztárt kibannom, Alisztár nagyon OP-hős. Call me King. Call me demon. Water forgets the names of the drowned. Na nézzük. Mit tud ez a hős? Megnézem a rációit gyorsan. Mikor várik 7T? Ezt nem írja ki. Anglisnál van hét. Akkor
ezzel kell igazából stackelni. Passzívodat, hogyha meg akarsz enni valakit. Főleg AP sebzése van. És AP. AP-ra kell épp. És hát Magic Penetration-t kell vele hozni. Hogyha akarok valamit. Attack Speed Hybrid Pen. Lehet, hogy az se rossz. Meg gondolom elég sokat autót akkolsz vele. Vagy AP Attack Speed, vagy... Hybrid Pen jobb lesz, most kipróbáljuk ezzel. Szerintem egy ilyen 921-es Mastery jó lesz rá. És AP. Tankosság. Megnézzük. Tám ellen Vladot kellett volna bannolni. Vlad szerintem nem nagy counter solo Q-ban semmire, de nagyon könnyen le lehet gankelni. Giliusnak mondom, hogy segítsen toppon, akkor biztos jönni fog. Or are you trolling behind me? I mean dancing for the loudspeaker. Fox skinünk van-e? Nincsen. Á, ez nincs meg nekem az a skin. Hogy... Mesterséf, Tamkencset nem tudok hozni. Na meglátjuk milyen lesz. Igazából nem számítok túl sok jó dologra vele kapcsolatban, Tamkencsel kapcsolatban. Kíváncsi leszek. Gaming House Tourban a nagy szakállas az a menedzserünk. Előfordult, igen. Mert nem akarom LCS-en használni. Előfordulhat, hogy majd hozom, de az majd csapattal gyakorolni kell még. Elég sok hős van a fejemben, akikkel. Túl lenne egy-két meccset gyakorolni. Ám, ez biztos, hogy a Q-t kell maxolni. Evést meg mondjuk másodiknak szerintem. I remember. Championship Riven skin is. Ilyen alapskinek vannak meg főleg. Limited. Championship per skinek nincsenek meg. Az evés maxolásra az a probléma, hogy semmi sebzésed nincsen. Azon kívül. Q-val legalább 5,8 másodperces cooldownja van, tehát azzal elég sokat tudsz sebezni. Megyek egy Doran's Shield-et, aztán majd felhílelem magam. Vagy mondjuk igaz, hogy az evéssel meg tudsz enni egy minion-t és rá tudod dobni az ellenfélre. Lehet, hogy jó. Taktika lenne. Egy. You got 30 seconds. I'm suffering. My banquet is born.
nem találtuk meg őket. Valószínűleg ők is invadeltek rá. Az együtt gyakorlás során LCS csapat ellen játszunk, igen. LCS csapatokkal custom game. Gideus red buffon kezd, úgyhogy megpróbálom fagyasztani a top lane-t, és akkor hamar tud gankelni nekem. Ah, itt a gangplank. Elég vicces ez a hős. Ránézek. First blood, elég. Ah. Nyelvcsapás. Ez a true damage, ez elég kisebb ez. Tehát egy kis AD-t jó lett volna hoznom, mert nem sebzik semmit. Autoattack-kal. Gideus az ellenfél red buffján van. Ahol már egyszer meghalt. Hogy elnézem, sokat nem tudok csinálni ez a laning fázis során, ez inkább csak farmolás. Azért elég nagyok a mana kosztjaim. Q betűn kívül. Valam nagyon akarom használni a képességeket fölöslegesen. Kikapom a háraszt. Érzem itt az időri kolónni. Farm terén nem állok rosszul, szóval nem vészes a helyzet. De gangnek azért örülnék, szerintem meg is tudnánk ölni. Meg tudom menni. Level után már sokkal többet fogok sebezni. Rengeteg passzív sebzést ad.
enemy killing spree. Ain't worth a coffin. Savor the misery. De nem kitudtuk volna Dive-on, hogy meg tudom menni. Vagyik a toppon ezzel a betűvel. Egyenlőre. Ultival tudok segíteni a csapatnak, úgyhogy majd próbálok figyelni. Nem tudom, miért nem engedtek, hogy én tankoljak. Nézzük, van-e ulti potenciálom valahova is. Nagyon pici range van ennek az ultinak. Minden a farkas, akik tudok csak elmenni. Nagyon pici. Genkelni akarok valamelyik lane-re akkor. Kb. Idáig le kell sétálnom, hogy ide tudjak ultizni. Túl jó. Legalábbis így első szinten. Utána majd meg fog nőni. Ki tud jönni a evésembe? Megevett egy narancsot is, mint hogyha ezzel leszette volna magára. Megvan. De vicces ez a hős. Megvan a Sunfire. Lehet, hogy betépézek botra. De legéljük. Nem tudom, hogy mennyire vagyok hasznos, de talán működhet. Ez
ez nem jött be. Itt hosszú jött az ulti. Destroyed. Elég jól állunk, 10-6 az állás, leszettük egy tornyot. Troll champ. Tudod enni a saját követségesedet. Jajajajajaj. Ah, de gyorsan megölik ezt a... Mastery-t. Vegyek botra. Tibir maradhat toppon. Megett az egyik buffot és elvitte a Nexus-t. Nem tudod megenni a kék gólemet és egy íkot. Az ultim. DPM 90. Nagyokat ütök már passzívommal. 51. Elég nagy sebzés, ha belegondolok. 51 damage az autoattackokra. Gondolom ez majd még nőni fog, ahogy mert az több élet, meg ultimba is több pontot rakok. Épp sebzés. Rossz a hős. Én kimentem onnan. Your ally has been slain.
Tudok TP-zni viszont mögéjük. Ez kicsit és szerintem. Az evés ez mindenképp nagyon erős. Meg tud menteni a szövetségeseket bármikor. Ó, most már elég az ultim. Persze, nagy farkas. Hova? Elestünk. Kéne építenem rajta valami CDR kéne. Ilyen csapatuk van. Van 3 AD-juk is, úgyhogy szerintem egy... X Harbinger? Szerintem ez az item egy nagyon OP. Lehet, hogy kipróbálom. A Kalisztával szerintem nagyon erős a támkencs. Itt supportnak viszed. Akit meg tudsz enni és a Kaliszta rádulcik, akkor nagyon könnyen a csapatot közepébe tudod vinni. Még azért solo queue-ban szerintem ezzel a hőssel nehezebb játszani. Mint premade-ben. Premade-ben könnyen le lehet kommunikálni, hogy most be akarok ultizni mögéjük. Akkor valaki jön az ultimba még. Ez a nyelvcsapás az elég erős viszont. Kis CDR-t veszek innen is. Spirit Visage-et úgyis ki akarom majd építeni. Nem hiszem, hogy lett volna olyan. Megszólaltam a magyarul LCS meccsen. Legalábbis nem emlékszem. Ami jó, ez kell a Sivir. Ki akarunk harcolni.
Ilyenkor OP az evés, meg tudsz valakit menteni. Beérugrik ki hamar. Váratott volna még. Azt nem tudom megenni. Azt kezdtem flash-en, mindig. Gondoltam, hogy ötten lesznek hirtelen. Uva. Nem megindult szellemfel. Lehet kicsit tankosabbnak kéne mennem inkább. Hát szerintem 35 armor, 100-hoz képest azért eléggé elhanyagolható. Ez a passzív nagyon OP-nak tűnik. De kipróbálom. TF jól játszik. Meg lesz az anasor gidiz. Rég. Elszámoltam ezt az anyát. És már levétettem volna az elvel. Húha, jó sok sebzés volt. Hát mit csinálják ezek a minionok? Különböző utakon járkálnak topra. Haha.
bad idea. Prison for the slaughter dogs. Kire kéne használnom mondjuk ezt a Harbingert? Tudom, a TF-re lenne a legjobb. Ami azt illeti, már nem zavar ez a kalózzene is bemondó. Mert először játszottam a patchen, akkor rögtön lemutoltam. Azóta visszaraktam és szerintem egész jó. Ó, az nagyon szép hook volt. Nézzük. Topra kéne menni szerintem. DF-et ezt nem fogom megenni, mert mindig ki akar ugrani belőle. Még mehetnénk sokkal többet szerint. Ultimate még nem nagyon tudom kihasználni, ez problémás. Kiakasztotta meg, hogyha megsebez valaki? Ezt nem érje, hogy mikor szakad meg. Időri kolóni. Szövök majd TP-vel. Bármilyen sebzés kapsz meg az ultit.
Na? Mehetünk, mehetünk. Hát nem tudom, érdekes hős, van benne sok potencia. Elég nehéz vele játszani így kommunikáció nélkül szerintem. Hogyha van kommunikáció, akkor mondhatod, hogy menjél be, be tudlak téged ultizni, vagy be tudlak ultizni, meg tudlak enni, hogyha éppen rossz a pozíciót. De nem rossznak, nem tűnik rossznak topra ez a tankencs egyébként. Elég tankos tudsz lenni. Igaz, az Ekét, ezt nem tudom. Hát nem éreztem, hogy bármit is csinált volna. Ami Mastery-t használtam tankencsre. Ez 921-es, Maokai nevezetű. Pedig. Oké. Okay. Nem olvastam el. Akkor gondolom a GPU-t miatt szakadt meg. Keresd meg. Ne engedd, hogy kiszökjön. Jövőre szerintem még LCS lesz. Egyetem az még ráér majd. Nem biztos. Lett volna TTMS-nek, lehet mást azok. Ha van TTMS-nek, szerintem akkor valami nagyon domináns lénert hoztam volna. De talán laning fázis során el tudok snowballozni. Külföldi csapatot. Jó külföldi csapatot akarsz találni, akkor először szerintem solo queue-ban kell jól teljesítened. Bemel a solo queue-t, mondjuk elérsz egy Master Challenger szintet. Közben kisebb csapatokkal játszhatsz. Versenyeken veszel részt. Kicsit nevet szerzel magadnak. És utána próbálod beadolgatni a friend listedbe azokat a játékosokat, akikkel szívesen játszanál együtt. Akkor előbb-utóbb be tudsz majd kerülni valahova, valószínűleg. Hol lehet az eredmény kijelző nagyságát állítani. Nem tudom, mire gondolsz ezzel kapcsolatban.
Animéket. Szerintem vannak jó animék. Amit láttam, az a Death Note, meg a Tokyo Ghoul, és szerintem jó volt mindkettő. Szóval igen, mondhatjuk, hogy... Ah, meg az Attack on Titan-t is láttam. Jó volt szerintem. Most játszok majd a GP-t. Hogyha benn marad a GP, akkor elhozom. Bár megint ez a gép, aki jelen játszottunk, nem tűnt túl hasznosnak. Saját magadnak nem tudsz spektelni az LCS meccseket. Jungler kérdés pedig még jelentve, de valószínűleg horrorval fogunk játszani a rájátszásban. Irelia-t, hogy a legpotenciálisabb építő. Szerintem főleg sebzésre. Van pár Irelia meccsem. Ellenféltől függ. De mondjuk veszel neki Trinity Force Blade of the Ruined King-et. Ha sok AD sebzésük van, akkor Frozen Heart-ot. Mágikus sebzés ellen Mavovmal Marshes-t. Vagy Witzendet. Valami hasonlót érdemes. Szerintem full AD-re legjobb épít. Leonine tegnap meccsét nem láttam. Az a Assassin meta nem fogja leváltani a tank metát még. A tankok azok elég erősek az Assassinok ellen. Megvan az az előnyük, hogy nem kell nekik sok farm. Az Assassinnak nem sok farm kell. A top lane-en, hogyha Assassint hozol és belekerülsz egy lane swap szituációba, akkor nagyon úgy kell játszanatok, hogy ő sok farmot kapjál majd a lane swap után például. Ez pedig nagyon nehéz, mert akkor az ellenfélnek is kell játszania. Használni a hibáit. Challengerbe 68. Fanatiknál nagyon profi körülmények vannak. Meg... Nem tudom, szerintem alapból konzisztensebbek voltak sokkal nálunk, Fanatik játékosok. Rengeteget tanultak az MSI után. Szerintem az LCS-ben a top lanerek azok mind jók. Nem lehet senkire azt mondani, hogy egy gyenge top laner. Mindenkinek van a maga ereje. Valakinek a laning phase, van akinek a teamfight. De jók az LCS top lanerek most. Ha Mundot hoz valaki, akkor ez egy insta poppy, ez biztos. Ezért szívesen játszott egy koreaiak ellen, mert láttam, hogy ott a Mundo kezd visszajönni. Nálak egy mondót, Insta Poppy-en. Ja, igen, az új HUD-ban, ha jól tudom, be lehet állítani. De ez még a régi, amit most használunk. Az új HUD az csak a custom normálok, aram, ilyeneknél van szerintem. Talán még a Dominionnál is, ezt nem tudom mondjuk. 3v3-at se. Spát. Igen, ismerem az Olivert. Fanatiknek a menedzsere. Úgyhogy mindig top lane nem van. Miért kapom meg toppot mindig? Hát nem szoktam meg mindig megkapni. Örülök neki, hogyha meg... Az pedig, hogy csapatban miért mindig toppon játszok, mert az a pozíció. Nem tudom, hogy mi volt a legjobb szatom, nem nagyon szoktam odafigyelni erre, hogy most én azt adom.
Persze örülök neki, hogyha jó, de nem az az elsődleges. Amikor egy LCS meccsen benne vagy, akkor észre se veszed, hogy milyen a statod. Csak mész a játékkal. Mögöttem az nem Gilius, hanem Hillisang. Biológiában 2,5 évet már megcsináltam, még egy fél évem lesz majd vissza. Napóta hány órás gyakorlás van? Scrimek tekintetében ilyen 7-8 óra, tehát ilyenkor 7-8 órát játszunk más LCS csapatok ellen. Akkor ezen kívül még van solo queue. Itt rajtunk múlik igazából, mennyire fáradunk el. Gyakorlás előtt is egy-két solo queue meccs jót tesz. Ah, tényleg egy jó kis ramba. Igen, játszottam. Most nem duózok csapattársakkal, mert magyar streamet tartok. Nem akarok velük TS-re menni. Poppy az főleg azért jó a Mundo ellen, mert van egy olyan ellenfél, akire ráutizol, és akkor azt csinálsz, amit akarsz. Illetve van egy free lane, tehát még lane swap esetén is azt mondom, hogy jó, mert amikor találkozol a Mundo-val, ő nem lesz erősebb nálad. Utána pedig teamfightokba továbbra is csak leutizod a Mundo-t és azt csinálsz, amit akarsz. Volt az utolsó bannom. Dali. Alistar bannom. Az szerintem jó ötlet. Bardexnak az eredeti felhasználó neve az Plat valamennyi, igen, de ő Smurfen játszik. Amivel Master. Múltkor streamelt is rajta. Van, nem hiszem, majd nagyon sokban akarja tartani. Gangplankben van? Akkor elhúz. They can pay in gold or blood. First time Gangplank, hogy látjuk mit. Akiket láttam, ők a hordót tudják nagyon jól kihasználni. Szerintem arra kell majd figyelnem. Volt egy idő, amikor nem szerettem, igen. Már elég sokat gyakoroltam vele. Maga biztos vagyok abban, hogy el tudom hozni. Elisa szerintem most nagyon erős lett. Lehet látni is, hogy bannolva van. Folyamatosan domináns junglerré vált a buffoknak köszönhetően. Malphite igazából hogy csebez? Magic vagy physical? Jól emlékszem, az Irelia-s meccsen nagyon sok mágikus sebzést tolt ki. Physical damage. Ez pedig physical, hogyha aktiválod a W-t. Ez ilyen elég érdekes összevisszaság. De elég magas ez a 75. Ami attack speed-es Malphite build-et ki lehetne találni. Attack speed, W aktiválás és 90-eket beleütsz extra damage-nek. Azért az elég soknak hangzik. A Rengard bent hagytam. Rossz ötlet volt.
Evét azért bannoltam, mert van egy ilyen One Trick Pony Evelyn, aki éppen most játszogat. Nem akartam neki Evelynt adni. Illisang nem streamel. A játékos már régóta le akartam tiltani. Rendkívül idegesítő. Ryze az nem túlságosan életképes szerintem. Na majd lehet, hogy kipróbálom a következő meccsen. Queen top az nem illene bele a metába. Queen top szerintem csak solo queue-ban jön. Ez jó lesz. Lehet, hogy valami armor penetration-t érdemes sebb hozni gameplankkel. Mindegy, már AD vagyok. Szerintem Singed továbbra is ugyanazzal a problémával küzd, mint eddig. Nagyon könnyű kikájtolni. Már kicsit jobb, ugye sokat buffolták, de továbbra is azért nehézségekbe ütközik néha. Jó öreg Verlip Jax Jungle. One Trick Pony. A Dark Blitzcrank. Ez egy elég kaotikus meccs lesz, mert mindig rómolni szokott Blitzcrankkel. Elég sokszor benéz majd topra szerintem. Szerintem ez a füles, amit most használok, ez nagyon jó. Ez a Cloud HyperX 2. HyperX Cloud 2. Tudom ajánlani, ez sokkal kényelmesebb, mint amit régebben használtam a Razer-es. Ez micsoda? Hogy tudok Silver Serpentet szerezni? Ah. U betűmmel, jól van. Érdekesnek tűnik ez a hős. Kicsit meg kéne néznem a rációit. Ez nagyon magas ez a true damage. Jó. Út maxoljuk. Powder kick, ez nagyon erősnek tűnik. Meglátjuk, hogy tudom kihasználni. Kapok egy Silver Serpentet minden egyes gyilkosság után. Minion gyilkosság után. A Q-val ölöm meg őket. Imagine if I had a real weapon. Imagine if I had a real weapon. Imagine if I had a real weapon. Fight like a man or die like a dog. 15 másodperces cooldown van a passzívban és 50 true damage jelenleg. Malphite azon nagyon akarja magát megégetni. Na de akkor is. Leave them nothing but their fear.
enemies drawn first blood. Nem tudom, hogy mennyire érdemes, hogy elászítelek kb. Ezzel a hős, mint gondoltam. Oda kell figyelnemre. Milyen lassan? Aztán sokkal gyorsabban lehet használni ezt a powder keget. Ezt még nem értem, ezt a powder keget, hogy... Amikor én gépék ellen játszok, akkor sokkal gyorsabban aktiválódik. Every 2 seconds. Gondolom egy Sheen first item az igaz. Passzív resetel, ha powder keget robbantasz? Aj, de visszatépézek. Lehet, hogy Everest kellett volna vennem. Jobb farmozás érdekében. Akkor elkezdek farmolni kicsit többet. Meddig marad itt? Ah. Kész jó. Cowards understand fear. A blade in the gut solves most problems. You earned your grog there!
Ezt nagyon durván benéztem a fight. Nem értettem. Beugrás, ez nagyon rossz volt. Ez elég közel volt. Elég szép sebzést csinál ez a gangplank. Berli meg nem tudom mit csinált. Nagyon underlevel Drex. Level 4-es, ez semmi. Crank Roma. A légy ez itt szemtelenkedik. Most már sokkal gyorsabban. Sokkal gyorsabban robbannak a hordok. Levelek. Ha több levelet rakok bele, akkor jó. Kéne vennem majd. Tipő az mindenképp jó. Lehet egy Everest Braid-et volna venni. Próbáltam. Ekkora robbanás nincsen. Egymás mellé kell rakni őket akkor.
tudok ebből lerakni. Elég szépen. Összes kapcsolódtak. Még nincs limitálva. Nem is kerül manába. Ez elég OP azért. Ult is aktiválja őket? Majd megpróbálom. Allies decorating the seabed. Rampage! No one steals from me. Nem nagyon tudom, hogy mit érdemes építeni rajta, úgyhogy full damage-re megyek rá. Aztán meglátjuk, mennyire működik. Farmolási lehetőség ez a powder keg. Örülök, hogy beadták neki. Eddig nagy problémája volt a Gangplanknak a wavekér. Óriási movement speed boostot kap. Everything's got an end. An enemy has been slain. Shut down. A fine meal for the sharks. What's it? That would my manicure. Tristan az jól játszik. All I ask is a good
És többet kéne farmolnom szerintem, mert nagyon sok aranyat kapok a farmolásból. Mind a Parley, mind az Avarice Blade miatt. Malphite az nagyon előszeretettel belemegy a hordokba. Mindig arra számítok, hogy megpróbál kijátszani őket valahogy. Nem nagyon érdekli. Aztán menni fogunk még. Red buffjuk lehet, hogy feljött. Malphite úti hamarosan visszajön szerintem. Hoppa. El is felejtettem, hogy Rengarjuk van. Shut down! Enemy killing spree! Swim, lads. Everything's got an end. Not a madam fog észrevenni a tépét.
Akartam leütni. Kis sokan vagyunk itt toppon, úgyhogy ez nem... Chatbotom. Lehetne gruppolni vagy valami a csapatnak. Elég sok területet adunk most az ellenfélnek. Sem se rákoncentráltam a fightra. Figyeltem, hogy Seraph rám fog ultizni. Burrip talán meg tudja fogni. Megérte! Na igen, az Azubut látjuk majd Twitchre. Mindentől Twitchen streamel mindegyikünk. Elég erősnek tűnik egyébként ez a Gangplank. Nagyon gyakorlatnak kell vele lenni. Hú, az a hook. Berántotta a Rengárt. Láthatatlanságban. Felgyorsulok. Tetszik ez a gyorsulás. Nagyon nagy mobilitást ad. Már mehetnénk egy 2-3 men. A sort is. Jól, megöltük őket. Mehet a Nashor. Lopták a Nashort.
EU Smite. Mit akarunk csinálni igazából? Nem nagyon tudom még, hogy mikor csatlakoznak ezek a hortok. Na megvan az Infinity Edge, azért visszamegyek. Még lefarmolom midet előtte. Your mates feed in the pitches. Enemies on a killing spree. There's only one way in there. Sharp enough to. Honnan van ilyen sok armorom? Dobi ennyit adna. Ahogy tűnik. Valami lifesteal-e mártana. Azt illeti. Jack Soapy. Majdnem meg egy V1-ezik egy malfightot. HP-ban. Az a lantern az... nagyon off. Sink or swim, lads. I
Hitpusolásra viszont elég jó vagyok szerintem full AD-val. Ja, valami life steal nem ártana. Szerintem el tudnék bánni a malfajta. Hidrával mondjuk. Problémák vannak a bázis házatáján. Egyesével csak halunk meg mindenfele. The bearings fall into their crew. There's only one way to build water. Give me a sea dog over a saint any day. A fine meal for the shark. Ez közel volt. Elég rossz útja volt tőlem. Fight ulti. Mi volt? De onnan látták, hogy ott vagyok. Volt wardjuk rajta.
inhibitor will be back soon. Your ally has been slain. Na, itt kicsit félek tovább menni. Dob le a farmalombot. Igaz, átalakítom én is Pink Trinketre. De lehet, hogy Bloodthirster jobb lenne. Ja, lehet, hogy Bloodthirster jobb. Úgysem megyek közel az ellenfélhez. Bekriteltek volna a hordók, szerintem meghalapok. Elég sok élete van az ellenfélnek, lehet, hogy még Blade of the Ruined King is jó lenne. I will do one more game after this. Okay. Akkor majd még egy meccset megyek ezután. Ez lesz utolsó mára. Na, csinálunk valami közös programot. Új upgrade igazatok van. Melyiket érdemes vajon? Mind a hármat lehet egyszerre. Ha lehet mind a hármat. Ah, nagyon sok arany van a kezemben, mondjuk. Miért csináljuk a nosort, ezt nem értem. Két free kill volt, ez biztos. Megöljük őket akkor. Amit simán enderhettünk volna utána, hogyha Jax nem maradna a soron rajta. Segített volna, de vigyázzon. Simán meg tudják fogni egy Rengar malfajta. Csak azért veszek Hydrát, hogy tudjak venni egy Elixir of Ralph-ot is.
Kog'Maw-t ezt meg kell fogni. Jövök én is. Yep. Give me a sea dog over a saint any day. Elég jó robbanás volt a rengelre. Kellemetlen. Cruelty with purpose, boys. I'll be needing more grog. Na mit kéne most csinálni? Haladok toppon szerintem. Nem tudom, hogy sikerült a csapatnak 4v5-ben megnyerni a harcot. Egy. Nem rossz a gangplank, de nagyon tapasztalatlan voltam. És XP kell a végére. Event topról mit gondol? Szerintem a Riven top Rumble ellen jó, de a többi az mire nem jó matchup neki. Meg Lane swapban elég gyenge. De solo queue-ban nagyon erős. Szerintem APTF. APTF az most elég erős a metában. Smite nélkül nem túl jó az Ezreal, és most már nerfelték a runglévet, úgyhogy az Ezreal az ki is esett a metából. De az nagyon OP a gangplanknél. Rengeteg potenciált látok benne az E-ben. Valaki mondjuk többet gyakorol vele. Lenne egy 10 gangplank meccsen mondjuk, legalább. Már jobban ment volna. Taylornak szerintem elég nagy szerepe van. Elég jó edzőnek tűnik. Na mit hozzak most?
display a kamerámon. Lehet, hogy volt, de most nincs. Légy a kamerán! Nem, LCS-en nincsen chatrail. Rengar, Atrox, Azix, Assó, Team. Na jó, meglátjuk, elég sok mindent írogattok, majd választok egyet közüle. Persze, ha megkapom a topot egyáltalán. Látom, itt már könnyű trollkodni. Elégy a kamerán. Tudom, hogy vannak itt legyek. Elég idegesítőek tudnak lenni. Megvan a módszerünk, hogy kiírtsuk őket szintén. Atrox szerintem bekerülhet még az LCS-be. Sok szituációban jó. Time for a true dead man walking. The early bird guts the worm. I will be the best. Hogy hozzak neki Tristanát, hogy benne van. Egy bukong jó lesz. Atroxszal nem mentem még. Kb. Soha. Egy-két meccsem van vele. Ez eléggé tapasztalatlan lennék. Van mondjuk nem egy nehéz hős, de érdemes tudni korlátait. Az rendkívül magyar. Olyan jó kis magyar beszélgetéseink szoktak lenni. Ez fent lesz majd a YouTube-on, igen. Ezt még nem tudom, hogy mikor. De majd igyekszem feltölteni. Top supportok a mostani metában. Nehéz megmondani, mert a support pozíció nagyon kitágult. Vagy team compoktól függően, de Alistar az mindenképp top. Braum, Annie, nagyon jó. Janna az egyik legerősebb. Diona is elmegy. Morgana is nagyon erős. És a Fresh természetesen az mindig ott van.
Körülbelül ők a top supportok. Meg Bard is használható. Na nézzük, mi ellen vagyok, ez valószínűleg fizz top lesz. Szerintem attack speed AD-val jobban járok. Mint full attack, full AD-val. Ajaj, ignite-os fizz. Nehéz lesz. De megoldható. Fizzt ezt ki lehet játszani. Ki tudod játszani az ultiát, akkor megnyired ellen a lane-t, de... Ha fizz ügyes, akkor nehéz kijátszani. SCS meccseken külön akkokon és külön szerveren játszunk. Persze. Innen is látnám, hogy ott van valami a kamerán, de látom, hogy nincs. Szerintem egy camp csinálás, ez elég sokat segítene. Help me. You're right in the rift. My place is at the top. Éppen benéztem. Azért vardolok ilyen hamar, hogy hát ha invédelnek. Who questions my ability? Jussz. No matter how far it is to the top, it's still within my grasp. I bet I can hit their base from here. De szerintem ez nem egy könnyű matchup nekem, de majd óvatosan kell. The minions have embarked. Every mistake is a lesson. Na, meglátjuk. A kis cheesecake-et fog betolni Gilius. Wukong ez a legjobb camp csináló, az biztos. Majd várhatok egy ideig a Phantom-ja. De minion RNG-t ezt nem értem. Megint többet vesztek, mint az ellenfél. Nagyon szerencsétlenül szokott most kijönni. Ez a vicc teljesen, mert ő 10 másodperccel később érkezik a lane-re és én vesztek többet. Na most tényleg ott egy légy a kamera. Tálják a kamerámat. Hát ilyet. Meg ott van a képernyőben. Ha innen. Lehet, hogy jön az Elise. Kékét belopta Gilius. My place is at the top.
ez közel volt. Még egy autóatakot le tudok adni, akkor meg lett volna. Is ott volt. Nem látom. Fekete kamera, fekete légy. Ezt meg kellett volna lenni, ezt a kasziót, Kirib. Őbe bele fog halni, Alice ráflesse. Víz most elég sokat vesztett. Megnézzük, farmban még nem is vagyok lemaradva hozzá kép. Én mindig előnyben vagyok. Itt hiába First Blood, ki elhasználta az ignyátját. Tehát elég valószínűtlen, hogy meg fog ölni. Night nélkül. Nyugodtan engedhetem a minionokat, hogy bepusoljanak a tornyomhoz. Lefarmolom őket és előnyben vagyok. Legalábbis level ügyileg biztos. Majd ne. Die one. Ha feljön a dupla vém, akkor valóságban vagyok. Szerintem. Most ez azt hiszi ezzel rész, hogy én nem látom. Fogjuk meg, fogjuk meg. Nem akartam kockáztatni, hogy elmenekül. Ohoho, hatos vagyok. Na most fordul a kocka és mi dive-olunk. Lulu sokat segített, mondhatom. Semmit, magyarul. Egy... Szerintem egy first item. First item hitrára rámegyek. Fognak nagy problémái a Wave Clear. Hydrával pedig megvan a lifesteal is, tehát a sustain meg a wave clear az a két problémája Wukongnak. Hydra mindkettőt kompenzálja. És damage-et is ad, ami létfontosságú. És utána mehetek egy hexdrinkerre, mert igen erősen mágikus, orientált az ellenfél csapata. Mind a Fizz, mind a Vlad. Oh, mind a Cassio, mind a Fizz. Mind az Eris ellen jó. De megmentettem őket a dive-tól és egy kill-t is kaptak, ez teljesen megérte ez a TP. Szerintem one-shotolni tud most a Fizz. Hiába vagyok erősebb, hogy ott van neki az Ignite. Ah. Láttam előre, hopp. Nagyon szépen túlélik.
kicsit mázlis volt, hogy az Alistair nem tudta felütni. Hagyom meghalni a minionokat, hogy utána felén pusheljon a Dave. Mert a Fizznek nagyon sok farm kell. És ezzel, hogy felén pusheljon továbbra is. Hogyha ide akar jönni, akkor nincs mögötte torony, és a Nidalee-nak nagyon kénkelni. Illetve, hogyha egy 1v1-ben le tudom trade-elni, akkor én is meg tudom ölni könnyedén. Kicsit elrontottam, ahogy elnézem a Frizzt. Itt beleütöttem az egyik minionba torony leszedése után. De még talán így is jó lesz. Ja, még így is jó lesz. Lehetett volna jobban is. Kell a Hydrához 2000, hát az nem lesz mostanában meg. A Frizz bottom van. Gyorsan bepusholom és utána visszamehetek. Kicsit elhamarkodtam ezt a duplavét szerintem. Nem dupla V-vel indítok, hanem rögtön ráugrok az Alice-re. Ha a dupla V-zek valamikor megpróbálok elfutni, időt nyerni magamnak, akkor jobb lett volna. LSTP. Flash sem is van. Onnantól elég jó gank potenciálom van botra. Mehet még itt a push. Késő lett volna átfresen. Mindegy, nem volt ez rossz nekünk összességében. Épp volt a Vlad-tól. Kerülte a Cassio-nak a Q-ját. Jó lenne elérni egy Mercury-t redzet, ez nagyon fontos az ellenfél csapata ellen. Vidd el a picsiket. Fizzt ezt könnyen meg tudjuk fogni. Overextend-el.
Következő itemnek pedig jött egy bruta. Hexrinker inkább. Meg utána valami bruta szerűség. Megnézem, hogy fenn van-e a kék. Elég jól jönne egy. Az a baj, le van vartolva. Hát itt belopják tőlem. Lesz. Hát nem lett meg senki. Eddig. Azt hittem követővény. Randuin is jöhet következő itemnek. Szerintem elég sebzésem van most egy időre. Hexrinker plusz hidráva. Jó lenne egy Randuin. Amivel tudom őket lassítani, amikor rájuk ugrok ultiba. Felgyorsított még igazán az elugó. Feltünk botra. Na lássuk. Szerintem mindenbe is tudunk endelni, hogyha ezt sikerül leszedni. Két inhibit. Ja, már trollkodik az ellenfél csapata. Bane. Bejöntsen csak a oldalsó lényekre megy rá. Na látom, el kéne egy-két moderátor majd igen. Majd legközelebbi alkalomra megoldom, valami botot beszerzek. Úgyhogy most le is állítom a streamet. Köszönöm azoknak, akik néztek.
Remélem, élvezetes volt. Majd feltöltöm YouTube-ra később. Hogy további szép napot. Sziasztok!